Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Egy ilyen jóslás megrendelhető nálam, és akkor személyesen hozzád szól. Mi várható november hónapban? A díjam 3500 forint. De most nézzük meg ezeket a kártyákat. Ezt mindenkinek szól, aki most hozzám talált. A sarok kártyáknak mindig van egy fontos jelentősége. Az első kártyán láthatóak itt az utak. Az azt jelenti, hogy változások lesznek nálad, és november hónapban fontos döntéseket fogsz hozni. Itt az utak alatt látható a horgony, és az szimbolizálja a munkahelyet. Itt lehetnek munkahelyi változások. A horgony alatt megjelennek a gólyák, azok is változásokra utalnak. A hold itt azt jelenti, hogy te kapsz egy ajánlatot. Légy kicsit visszahúzódó, ne siesd el a dolgokat, mert minden magától rendeződni fog. És az utak alatt itt ez a hegy természetesen jelenthet hegyvidéket is, de szimbolizálja a problémákat, szerencsére megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak mindent. Tehát eltávolítják ezt a hegyet, eltávolítják a problémákat, így javul valami a munkát illetően, és itt lesznek ezek a változások, ami szerencsét hoz számodra. A következő sarok kártyán látható ez a gyűrű. Ez jelenthet egy szerződést, mint például egy munkahelyi szerződést. Amit még ez a gyűrű jelent, a kapcsolatok, itt lehet egy nő is, hiszen a gyűrű összefüggésben áll ezzel a kígyóval, és a kígyó jelenthet ugyan gyógyító erőt is, de jelenthet hölgyet, vagy hölgyeket is. Én úgy mondanám, ha megnézem itt a képeket, hogy itt két személyről van szó. Az egyik hölgy, az ad neked erőt, és itt lesznek beszélgetések, egy kellemes meglepetés tőle, vagy egy ajándék, tehát ez a barátnő, vagy kolléganő nagyon jó indulatú, és segít neked. De a háttérben van még egy nő, amire szintén ez a kígyó utal, itt vannak olyan dolgok, ami megbánt téged. Sőt, még azt is mondanám, hogy ez a nő tudatosan akar téged megbántani. Akkor is, ha ez a könyv utal a titkokra, és ő eltitkol előled még valamit, de megvan nála ez a szándék. Szerencsére itt van a sarló, ami azt jelenti, hogy te elköszönsz ettől a nőtől, és lezárod ezt a kapcsolatot. Ezt is jelentheti ez a gyűrű, amivel szerencséd lesz, hiszen a titkok könyve azt jelenti, hogy ő eltitkolja a szándékait, de te átlátsz ezeken a dolgokon. Akkor is, ha itt a felhő azt jelenti, hogy valami itt átláthatatlan, és van itt a hamisság a háttérben, de ez a koporsó segít abban, hogy lezárd ezt a kapcsolatot. Tehát lesznek jó kapcsolatok is, de van egy hölgy, aki rosszat akar neked. A következő sarokképen látható ez a hajó,
és az szimbolizálja a reményeket. Itt megvan a remény arra, hogy kinyíljon itt egy új ajtó, egy új lehetőség, ami a szerelmet, a párkapcsolatot illeti. A társad itt van melletted, ez utal a közelségre és a bizalomra is. Neki még vannak gondjai, erre utal ez a torony, ezek lehetnek hivatalos ügyek, vagy egy bírósági ügy. Itt van a koporsó, az lehet örökösödési ügy, ami bíróságra kerül, és itt van a ravasz róka a háttérben, tehát az ő életében vannak itt hamisságok, amit ő le akar zárni. De ott van melletted, és kettőtök között megvan a remény egy boldog párkapcsolatra, hiszen itt van a szerelem. És a halak utalnak az értékekre, a belső értékekre is, egy lelki kapcsolatra, mély érzelmekkel, ugyanúgy, mint ez a hajó, mert ez utal egy lelki útra is, szintén mély érzelmekkel, és ez köt össze benneteket. Amit ez a hajó még jelenthet, utazások, külföldi kapcsolatok. Lehet, hogy ez a férfi külföldön él, vagy külföldön szeretne élni. A következő sarokkártyán látható ez a fa. Ez azt jelenti, hogy keressed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, hogy le tudsz gyökerezni. Amit ez a fa még jelent, egészségügyi témák. Lehet, hogy érdekel ez a téma, az is előfordulhat, hogy ez a hivatásod, és megvan nálad ez a gyógyító erő. Nem csak ez, hanem a csillagkép jelenthet spirituális dolgokra is. És itt lehet egy szerződés, egy munkahelyi szerződés, vagy hogy tanulsz valamit ezen a területen. Ez a virág utal az ártatlanságra, tehát itt megvan ez a tiszta energia mező, vagy egy jó gondolat, jó ötlet ebbe az irányba tekinteni. Itt van a ház, az utal a te otthonodra is, itt lesz mozgás, vagy látogatás, beszélgetések, vagy egy hír, egy szerződés. Azon kívül ez a ház nem csak a te otthonodra utal, hanem ő is elgondolkozik ezeken a témákon. A halak jelentik az anyagiakat is, és ez a ház egy ingatlan, vagy az otthonát, és itt megjelennek a gyermekek az ő gondolataiban, vagy ez a gyermek utalhat egy új kezdetre is. Az lehet egy költözködés. Itt látható ez a kereszt, és az kihat a sors utatokra. Amikor a sors utatok kereszteződött, vagy mindketten elérkeztek most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, ez ahhoz vezet, hogy itt fontos döntések lesznek november hónapban. És itt lesz mozgás, előre mennek az események. Itt látható a nyilvánosság is, tehát megkapod az elismerést, nem csak te, hanem ő is, hiszen ezek a kártyák rá is vonatkoznak. Amit ez a kártya még jelenthet, a mozgás, tehát sporttevékenység, vagy egy autó vásárlása, és itt van hozzá a szerződés. Minden rendben van, hiszen ez a virág utal a tisztaságra. Ha megtekintjük itt ezeket a kártyákat, ez nem csak rád vonatkozik, hanem rá is, hiszen ő is ebbe az irányba tekint. Itt vannak korlátozások.
De ez a torony utalhat hivatalos dolgokra, bírósági ügyekre is. Itt a háttérben megvan a hamisság, a hazugságok, vagy valaki megpróbálja őt, vagy téged, vagy mindkettőtöket becsapni. Ez lehet egy örökösödési ügy, és valaki eltitkol előletek valamit. De ez a koporsó jelentheti azt is, hogy ez le lesz zárva. Itt látható a felhő, hogy valami olyan átláthatatlannak tűnik, és ez a korbács utal arra, hogy valaki megbánt téged, vagy őt, vagy mindkettőtöket. De szerencsére az egerek és ez a koporsó segít abban ezeket a dolgokat, ezeket a kapcsolatokat lezárni. Itt hamarosan lesz egy kellemes meglepetés. Ez a virágcsokor utalhat a te szépségedre is, és itt állsz a nyilvánosságnál, ahol megkapod az elismerést. És te ezt megérdemled, hiszen a halak jelentik a te belső értékeidet, a te szívedet, mert ez minden olyan szívből jön, vagy segítesz másoknak, amit ez a szív még jelent, hogy szerencséd lesz a párkapcsolatot illetően. Mert itt van ez a szerelem mély érzelmekkel. A szív beköszönt a házadhoz, és itt lesznek ilyen sorsdöntő változások. Nem csak ez a szerelem köszönt be hozzád, hanem az anyagiak is, hiszen a halak a pénzt is jelentik, és jön a házhoz pénz. És ez a gyermek utal erre az új kezdetre. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét, november hónapban itt felül látható. Fontos döntéseket fogsz hozni. Hallgass a belső hangodra, ügyelj az érzelmeidre. Itt kapsz egy ajánlatot, ez lehet egy munkahelyi ajánlat, hiszen ez a horgony utal a munkára és a hivatásra. Itt lesznek változások, ami szerencsét hoz neked. Ez a sarló azt jelenti, hogy te elvágsz valamit. És ott van alatta ez a kígyó, az jelenthet egy hölgyet, aki meg akar bántani téged, és valamit eltitkol előled. Te lezárod ezt a kapcsolatot. Viszont vannak jó barátok, jó ismerősök is, akik erőt adnak számodra, itt lesz egy jó hír, kiderül az igazság, előre mennek az események, látható az ártatlanság is, és ez a kereszt azt jelenti, hogy itt vannak ilyen sorsdöntő kapcsolatok, vagy változások, hiszen ez a kereszt utal a sors utadra, és most elérkeztél ehhez a kereszteződéshez, ahol elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, vagy kikkel vagy kapcsolatban, kik keresztezik a te sors utadat, és itt lesznek változások. Lezárod a hamis kapcsolatokat, és ápolni fogod azokat a barátságokat, ahol megvan a bizalom. És ez szerencsét hoz neked, azon kívül egy új kezdetet. Ez a fa utal erre a gyógyító erőre, hiszen itt kitisztul valami, rendezed ezeket a dolgokat. Ez a csillagkép és ez a fa utalhat a hivatásodra is, egy spirituális terület, és itt megvan a gyógyító erő is. Második hét, november hónapban itt látható a képen. Vannak még nehézségek, korlátozások, de szerencsére az egerek eltávolítják, így ez elmúlik. Lesznek munkahelyi változások, ez a kígyó utal gyógyító erőre is, ez ad neked életerőt, itt lesznek fontos beszélgetések, előre mennek a dolgok,
kapsz valamit, ami a lakásodat illeti, vagy a házadat illeti. Itt lehet egy szerződés, vagy egy jó hír, és itt kitisztul valami. Nem csak az otthonodat illetően, hanem a családot illetően is, hiszen ez a ház utal a szomszédokra és a családra is. Harmadik hét, november hónapban itt látható. Itt lesznek munkahelyi változások, az egerek eltávolítják a nehézségeket. Itt van valaki a háttérben, egy hölgy látható a munkahelyen, aki meg akar téged bántani, minden olyan átláthatatlan, titokzatos, de te ezt lezárod, mert érzed, itt nem stimmel valami. Ez számodra szerencsét hoz. Ez a virágcsokor utal kreatív tevékenységre, a te szépségedre is, és mások ezt észreveszik, megkapod az elismerést, és ezt te megérdemelted, hiszen te értékes vagy. Azon kívül itt látható szerencse az anyagiakat illetően, és szerencse a szerelmet illetően is. Ezek a kártyák itt utalnak az ő gondolataira. Elgondolkozik, hogy mi vagy ki értékes számára. Azon kívül rendezi az anyagiakat, a családi dolgokat. Itt a gyermekek állnak a középpontban, de ez a gyermek jelenthet egy új kezdetet is. Ami a te gondolataidat illeti, itt megvan a szeretet, a szerelem, egy jó hír vagy szerződés, és a szerencse vagy egy spirituális terület. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, itt kinyílik számodra egy új ajtó, egy új lehetőség a szerelmet illetően, az anyagiakat illetően, a kreatív munkát illetően is. Utolsó hét, november hónapban itt látható. Itt lesz egy fontos szerződés és kapcsolatok. Ez a gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád, és szerencsét lesz, szerencsés változások. A könyv és ez a koporsó jelenthet ilyen régi tudást, bölcsességet. Megvan nálad ez a bölcsesség. Ami a hivatalos dolgokat vagy egy bírósági ügyet érint, itt vannak hamisságok a háttérben, még minden olyan titokzatos. De az jelentheti azt is, hogy ez nem a te témád, hanem az ő témája, hiszen ő áll kapcsolatban ezekkel a kártyákkal. Ő ugyan még kicsit zárkózott, de hamarosan nyitott lesz érzelmekről beszélni, mert itt a szerencse, itt látható a gyűrű, ez a kapcsolat, azon kívül itt a képek utalnak a szerelemre, mély érzelmekre, és itt megvan a bizalom kettőtök között, és az utolsó kártya jelenti ezt a reményt, azon kívül ezt a lelki utat, ezt a lelki kapcsolatot. Holott ez a kártya jelenthet utazásokat is, vagy külföldi kapcsolatokat. És ez volt a november havi jóslásom. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!